Na, csősztek, ismét én vagyok az, és egy újabb uh, király dologgal jöttem a modba, amit igazából uh, a többiek az sportépítés közben találtam ki, hogy uh, vannak ezek a biome varpok, meg izéi, izé hogy survival tudjatok játszani, és hát. Én, ahogy észrevettem az előző Tinkra Szevren, azok állandóan úgy le voltak amortizálva, mert hogy mindenki ugyanott lakott, ugyanonnan szedte mindenki a fát, ugyanonnan bányászott mindenki, is hót kopott volt már a terrain, tehát a hót lepusztult volt az egész. Ezért, mivel olyan nagy a Minecraft világ, így úgy döntöttem, hogy mi lenne, hogyha lenne valami, ami randomban letesz valahova, és hát meg is csináltam ezt egy előre egy blokk formájába. Most ez egy lila fekete blokk, semmi különös, nincs csak szóra, nincs szó, szóval nem foglalkoztam vele, csak annyi, csak annyi, meg van élve a kódja, hogy eltesz valóban randomba. Minusz 10.000 és 10.000 blokk között. Tehát van 20x20.000 blokk terület, amin tudtok játszani, és erre a blokkra kattintva mindenkit egy random helyre lecsesz. Na most ez így magában a hülyeség, mert hogy nem tudtok visszamenni a sparra, de mivel lesznek pluginok, meg minden izé, ott per spannal vissza tudtok menni a sparra, illetve set home is tudtok majd. És akkor végül is ez így egész jól fog működni a, a sima ö, biome varpos hülyeség helyett. Ami továbbra is ö, mehet, tehát hogyha valakinek olyan fa kell, akkor oda megy meg izé, de ezt én jobbnak tartom már, hogy így akkor mindenki friss ö, terepen tud játszani, és nem kell másnak a szarát és hát mondanám, hogy nem tudom, hogy mit tud, de hát nem nagy ö, cucc. Rákatint, azt is teleportál. Igen. Van egy üzenet az Ocean Triagen. Ez azt jelenti, hogy óceánba akart tenni, de megcsináltam, hogy titeket ne basszon le az óceánnak a közepébe, mert hogy nem olyan uh, vicces survival szóval. Szóval igen, ezt megcsináltam, hogy ha óceánna a bajom, akkor oda ne le. És meg is nézzük, hogy hova tesz le minket. Egy kicsit lassú, mert hogy random beletesz valahova a világba, tehát elég lassú. Most így is néha beletesz a vízbe, most éppen egy folyóba tesz bele, de ez olyan rossz, mint az óceán közepébe tenne bele. Lehet, hogy most itt vagyunk egy tundra bajomba. Ez teljesen random, mondom, minusz 10 és plusz 10 blokk között kiválaszt ö, két random koordinátát. Az iszilon koordináta az a legfelső blokknak a koordinátája, szóval mindig a legfelső blokkra fog tenni. Jobb esetben. És hát, amikor kiírja az óceános izét, akkor kattintasz még és akkor ő, ki fogja érni. És hát... Még így is óceánba, tehát hallod. Úgy tűnik a mély óceán ez az egy külön bajom. Szóval azt majd ő, el kell intéznem, mert csak a sima óceánban nem tud ez én beletenni, meg a... az a bajom, az a beach, az a tengerparti bajom, mert ott is sok víz is oda se csináltam meg, de akkor úgy tűnik, hogy a mély óceán az egy külön bajom. Szóval, szóval akkor majd azt még ki kell egészítenem annyival. És lát, végül is leteszünk egy ilyet a spawnra, mindenki rákattint, elteleportál valóban és kezdheti is a survival -t. Kicsit lassú, szóval, hát rendes ö, teleport kommandot futtat, tehát vanillaizét izét ö, commandokat használ, csak hát egy kicsit lassú, meg hát nem ilyen számítógépen kéne ezt csinálni. Na, de azért ennyire ne legyél már lassú, hallod, azaz. És belerakott egy extrém, ezt a legaljába. Igen, úgy tűnik, hogy a jeget nem érzékeli a felső blokknak, illetve azért, mert fölöttünk nincs blokk. Aha. <laughs> hát ez csodálatos. Igen, a, van egy alapalgoritmus a Minecraftban, hogy megkeresi a legfelső blokkot, csak nem teljesen tűnik tökéletesnek, szóval... Majd még kicsit morosítgatunk rajta. Most itt teleportálgatok egy párat, hogy lássatok, hogy hogy működik. nagy izé, nem kell hozzá. Nagy diploma nem kell hozzá, de egyszer letenni egy olyan helyre hallott, de így is a beach bajomba tett. Jó. Jó emberek, itt még úgy tűnik, hogy bagok vannak, szó <laughs> még itt ezen dolgozni fogok, úgy tűnik egy kicsit, mert ne akarom azt senkinek se, hogy bebasz az óceán közepébe, azt akkor ne survival -ös. De ennek mekkora esélye van, hogy ugyanoda fog visszatenni, hallod? Hát ennek kurva kicsi esélye van, hogy ugyanoda tesz vissza. Az, ez nagy izé volt, lak. És akkor... Ez, ez, ennyi, tehát hogy... Ez így teleportálgat. Uh, látjátok, automatikusan a legfelsőbb blokk. Na most ez az első normális hely, jól letett szerintem. Látjátok így ide tett le a legfelsőbb blokkra, itt vagyunk egy szép sivatokban. Hát itt szabályozni nem tudtak beírjátok, a persze pán is mentek kattintotok még egyet, és a kommentek a következő helyre, hogy nem tetszik is így jó, mert így uh, tudjátok váltogatni a helyeket, illetve nem fog mindenki ugyanott uh, lakni, mert igazából nekem az annyira nem jött be, hogy mindenki ugyanott lakott, tehát egy más szájába lakni azért szerintem az olyan, hogy nem árt, tehát. <laughs> Nézegetem, hogy uh, miket kell majd még kijavítani, de most már jó, már uh mert sokkal magasabb volt. Tehát volt, hogy nem teleportált, volt, hogy ugyanoda tett vissza, szóval most is egész jó helyre rakott. Ö... Illetve, hogyha nagyon sokat szorakodtok ezzel, egy vanilla dolgot megmutatok, hogy a csetet ki lehet törölni, az f 3 d hogyha egyszer megyomjátok, akkor kitörli a csetet, tehát látjátok, itt van a chat. Írok valamit, így, és megnyomod az, hogy F3D, akkor látjátok át az üzenet, és a chat is üres. Tehát F3D-vel ki tudjátok körülíteni a chatet, ezt bármilyen minecraft tudjátok használni, tehát van lába is, csak hogy ezt tudjátok, mert ezt régebben elfejtettem egyszer mondani, és valaki kérdezte. Ö, kicsit lagos, szóval várni kell egy kis időt, amíg a feldolgozza, hogy hova rakott le a Minecraft. Hát szerintem, nagy szervereken ez nem tehát hogy a nagy nem tudom ez hogy fog működni, mert ön egyelőre még nincs letesztelve. Szóval ezt most, amit itt láttok, ez lehet még addig megváltozik, bár túl sokat nem változik, már van a használ, tehát az alapba építettő teleport kommandot használja, a névprefixeteket, és hát lényegében ennyi, amit használ, meg a random koordinátákat szól. Ha mindenki az a szerver is úgy hogy kéne működnie. Hát aztán, hogy ezt tényleg azt nem tudom. Hát, ö, nem tudom. Véleményeket írjátok meg, hogy kell-e, szerintem kiteszem Teamcraft oldalra, mert azért ez ö, olyan, hogy azért ez jó tudni, hogyha ez jó, mintha mindenki tudja. Véleményeket írjátok le, hogy, hogy szerintem fölösleges, vagy hogy jó és kell, illetve textúra ötleteket is várok, hogy milyen textúrája legyen, mert hogy <laughs> lila-fekete ízé az nekem nekem mindegy, szóval... <laughs> De majd lehet csak beszélek norris hogy küldjön valami textúrát, azt akkor el van intézve. Hát szerintem így ennyit akartam lényegében mondani, megmutatni, úgy remélem tetszik. Ha nem, akkor azt is írjátok meg, ha tetszik, azt is írjátok meg, mert érdekel, hogy mi a véleményetek erről, mert szerintem azért ez egy elég jó feature ebben a játékban. Hát akkor ennyire lett volna, köszönöm szépen, hogy megnéztétek és legközelebb találkozunk, dikkecske. Cső, ösztök vele, búcsúzok, fordulj majd ettek, keci! Cső!